Ebben a budapesti fényvásárló szalonban épp újságot nyomnak több ezer példányban. A Nyomtas Te is című lap célja, hogy olyan helyekre is eljussanak a hírek, ahol egyébként nincs független sajtó nyomtatott formában. Hová viszi Puszta Zámort? És hogy fogadják ott az emberek? Hát főleg sóskutat csináltuk eddig, nagyon jó volt. Tehát nagyon minimális a ellenállás, hogy valakinek nem tetszik. Örülnek neki. Szuper. Új híreket kapnak, amit magyar televízióban nem szokás leadni. A lap készítőinek eredeti elképzelése az volt, hogy a kiadványt mindenki maga nyomtatja és személyesen terjeszti. Rengeteg aktivista nyomta, vidéken is. Volt például olyan sztorink, hogy írtak a szerkesztőségbe egy néni, hogy nem tud ezen a héten nyomtatni, mert kifogyott a patron, és csak jövő héten kap nyugdíjat. És akkor ezt kiposztoltuk a Facebookra, és egyből utaltak neki, hogy Ilus mamának itt van 10 000 forint, ő minden héten nyomtat egy otthoni nyomtatóval. Bolla Rita azt mondja, márciusra elérték az 1500. falut, és ezzel potenciálisan 3 millió választópolgárhoz juthatnak el. Egy medián kutatás szerint azokon a településeken, ahol már 6 hete jelen van a Nyomtas Te is, a lakosság harmada rendszeresen olvassa az újságot, és 10%-uknak bizonyos ügyekről megváltozott a véleménye. Több gyülekezési pont van, mindegyiken egy-egy koordinátor, aki megmondja, ki kivel megy, hová és mennyi lapot visz. Vigyázzatok magatokra! Egy-egy autó több ezer lapot szállít. Ibolya azt mondja, azért vállalt részt a lap terjesztésében, mert úgy érzi, most van esély a politikai változásra, és amióta nyugdíjas, van is ideje tenni ezért. Egy hétvégi szabadnap, jönnek nagymamák, akik az unokát ott hagyják, vagy feláldozzák legalábbis a hétvégét, amit velük tölthetnének. Nem csak idősek, fiatalok is jönnek. Az aktivisták, akikkel beszéltünk, mind nagyon lelkesek voltak, pedig van, aki szerint nem kockázatmentes ez az önkéntes munka. Volt lapterjesztő, aki támadásért. Vannak, akik igen. Például egy ilyen fotózásnál nem mernek odaállni, mert inkább ne lássák az arcukat, mert ez nem jó pont a munkahelyükön. Itt visszajöttök az Arany Jánoson. És itt egy applikáció segíti az aktivisták munkáját. Akár a veszélyes kutyákra is fel tudják hívni egymás figyelmét. Hogy nagyon sok ember egyáltalán nem olvas Facebookot, alig olvas internetes sajtót, és azokhoz az emberekhez nem nagyon jut el másképp a mondjuk egy híradás, egy mondjuk az Európai Uniós pénzekről, csak mondjuk egy ilyen Nyomtas Te is újságból. Sziasztok! Adhatok egy újságot? Jó. Köszi szépen. Még nem hallottál erről a Nyomtas Te is újságról? Nem hallottam róla. És most így első ránézésre mi a benyomásod? Hát, szerintem érdekes. És lehet itt Délegyházán más újságokból ilyesmit olvasni, mint ami ebben van? Nem. Nem igazán. Mondjuk nagyon újságokat nem olvasgatok. És a neten olvasol így híreket? Hát, amit általában be szokott dobni. Hogyha a 100 kiosztott labból 2-3 megforduló szavazat van, az szerintem az már egy jó eredmény lenne. Jó. Azt szoktuk mondani, hogy mi azért dolgozunk nagyon sokat, hogy megszűnhessünk, mert ez egy irreális, nem normális dolog, hogy egy A4-es lappal próbálunk szembe menni a 100 milliárdos propaganda gépezettel. A Nyomtas Te is önkéntesei azt remélik, hogy egyszer a közmédiából is objektív hírek szólnak majd.